Uralkodása idején első István még augusztus 15-ét nagy boldogasszony napját avatta ünneppé. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűzmáriának, és 1038-ban ő maga is ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban hetedik Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emelték oltára első István relikviáit a Székesfehérvári Bazilikában, ami a Szent Javatásával volt egyenértékű. Az ünnep végig a magyarság legfőbb ünnepe volt a történelem során, melyről minden korszakban megemlékeztek valamilyen módon. Ez az egyik legnagyobb hagyományjal rendelkező ünnepe Magyarországnak, a Magyar Királyságnak, az egykori Magyar Királyságnak, amelyet összehoztak az Újkenyér ünnepével. Hogyha valaki azonban az aratást, illetve az, első megsütött kenyeret és a közötte való intervallumot veszi figyelembe, akkor gondolhatja, hogy új kenyeret korábban sütöttek, mint augusztus 20-a, mert szüksége volt erre a termelő parasságnak, jobbágyságnak, a nemességnek is, hogy az új kenyér korábban megsüljön, viszont mindig megszentelték az új kenyeret, és összehozták ezt a nagyon szép egyházi, majd később ugye állami államalapítási ünnepet az új kenyérrel, az új élettel, szimbolizálva azt gondolom az összmagyarságot, a, a magyar nemzetet, illetve a magyar nemzetnek az erejét. Óri Attila azt is elmondta, az, hogy első Istvánt halála után néhány évtizeddel szent valamint, hogy egy közép-európai király Európa szerte nagy tiszteletnek örvendett, azt is jelenti, hogy életében valóban meghatározó dolgokat alkotott. A magyarság számára pedig a jövőt teremtette meg azzal, hogy a magyar népet az egykori törzszövetségből átterelte a zsidó-keresztén kultúrkörönnyugvó Európába amely lépés azt eredményezte, hogy ugye kicsi hazánk és nemzetünk mind a mai napig fennmaradt és tartja igen erősen pozícióját itt Közép-Európának a szívében. Ez neki köszönhető egyértelműen. Neki köszönhető nyilván az utódoknak is, de ha ez a lépés nincs meg, akkor bárki elhiheti, hogy a magyar nyelv és a magyar nemzet már, már nem létezik. Így pedig, ha már kicsit szétdarabolva is, de él nemzete hazán, meg a, a környéken is, az a jelentős, azt gondolom, hogy, hogy több minden, vagy hát már majdnem ezer éve, mondjuk 38-ban lesz ezer éve, de 2038-ban lesz ezer éve, hogy ezt mi ünnepeljük. És azért ez elég hosszú idő, ez túlmutat nagyon sok mindenen, túlmutat nemzeteken, túlmutat nyelveken, túlmutat nagyon-nagyon sok generáción, de még mi mindig itt vagyunk, ezt mindig ünnepeljük, ez mindig, és azt gondolom, hogy már a magyar államiságnak lesz a jelképe ez az ünnep. Az augusztus 20-ai ünnep fontosságát az is jelzi, hogy a rendszerváltás után 1991-ben az országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve állami ünnepén nyilvánította.